Felhívással fordult a lakossághoz a Fejérvíz ZRT. A közleményben úgy fogalmaznak, hogy a cég a nyári csúcsidőszakban is kiemelt figyelmet fordít a biztonságos ivóvízellátásra, ugyanakkor kérik a lakosság együttműködését abban, hogy csak a fogyasztási csúcsidőszakon kívül locsolják a kerteket, mossanak autót és töltsék fel a medencéket, illetve ebben a csúcsidőszakban és a hétvégén is mellőzzék az autómosást és a házi úszómedencék feltöltését. Szintén kéri a szolgáltató, hogy ne locsolják az utakat, a járdákat és a térkövezett felületeket. A felhívásban kiemelték, hogy a tartósan meleg és száraz időszakokban létfontosságú a zavartalan ivóvízellátás. Ennek biztosítása érdekében a Fejérvíz ZRT fokozott együttműködésre szeretné ösztönözni a lakosságot a nyár hátralevő részében. A Fejérvíz ZRT ezúton is köszöni a fogyasztók türelmét, megértését és segítő együttműködését.